Szabadkőrösi Wenckheim kastély, Magyarország egyik legszebb historizáló stílusú kastélya. Kígyós puszta a 18. század elején a báró Harukán család tulajdonába került, majd leányegi öröklés révén a gróf Wenckheim megbirtoka lett. Wenckheim III. József 1808 és 1831 között építetett itt egy kisebb klasszicista kúriát, amely napjainkban is megvan, 1848-ban egy sírkápolnát kriptával, amelyet 1850-ben Ybl Miklós alakított át, ekkor nyerte el mai formáját. Wenckheim III. József 1852-ben bekövetkezett halála után lánya, az akkor 3 éves Wenckheim Krisztina grófnő örökölte hatalmas vagyonát. A grófnő az ország leggazdagabb árvájának számított, és 1872-ben, amikor gróf Wenckheim Frigyessel házasságot kötött, elhatározták, hogy rangjukhoz méltó rezidenciát építetnek Kígyós pusztán. A kastély tervezésére hazánk egyik legkiválóbb historizáló stílusban alkotó mesterét, Ybl Miklóst kérték fel, aki egy teljesen új alaprajzi rendszert gondolt ki az épülethez. A földszinti részen kaptak helyet a grófi család vendégfogadóterei, a kastély keleti szárnya részében. A kastély nyugati szárnyrészében a grófi család magánhasználatú terei, a gróf és a grófné lakosztályai kerültek elhelyezésre. A kastély keleti végén áll a kápolna, illetve volt itt egy olyan téli kert is, amelyet az 1930-as években a grófi család beázás miatt lebontatott. Az északi részen került elhelyezésre a díszlépcsőház, a galériás előcsarnok, a déli részben pedig a legreprezentatívabb vendégfogadási terek, a nagy ebédlő, a könyvtár, a fogadószalon. A nyugati oldalon, a déli részben a grófné lakosztálya kapott helyet, a szalonnal, a hálószobával, majd a gyerekszobák következtek nyugat felé. A középfolyosótól északra pedig a gróf magánlakosztálya, dolgozószobával, pipázóval és hálószobával. A pincében különböző tárolásra szolgáló helyiségek kerültek kialakításra, de veteményes pince és boros pince is volt itt. Az okkígyósi kastélyt a kor legkorszerűbb technikai vívmányaival szerelték fel. A pincében egy gőzgép is helyet kapott, amely a vizet a toronyban elhelyezett, máig meglévő víztartályba pumpálta fel. Innen került a csőhálózatba, mind a kastély, mind pedig az istálló ellátása így módon volt biztosítva. A rejtett szerkezetek feltárása során a grófnő lakosztályában az egyik helyiség padlózata alatt előkerült egy olyan süllyesztett, csempézett fürdőmedence, amely szintén ennek a segítségével kapta a vizet. A kastélyban már az építési időszakában is vízöblítéses illemhelyek voltak. A kastély gázvilágítással rendelkezett, a kastélyparkban is álltak olyan kandeláberek, amelyekbe a gázt itt a birtokon fejlesztették a konyhaépület mellett álló gázházban. A kastélyt korszerű légfűtési rendszerrel fűtötték, ennek köszönhető az, hogy azokban a márványkandallókban, amelyek a díszterekben kaptak helyet, talán sohasem égett a tűz. A kastély angol partjának a kialakítása az építkezésekkel egy időben megindult. A korábban itt álló tölgyes, platános erdőt alakították át angol parkká, ugyanakkor az épület fölhomozata előtt egy nyírott buxusokat, nyírott tiszafákat tartalmazó, kőmedencével ellátott úgynevezett pleasure ground is kialakításra került. Létesült egy mesterséges tó is, szigettel, amelyre hídívelt át. A Wenckheim gyermekeknek létrehoztak a tó partján egy olyan babaházat, amely leginkább egy tornácos paraszházra hasonlított, és egy állatház is helyet kapott itt a parkban, amelyben 3 csimpánz élt egykor. A kastélypark területén létrehoztak lovaspólópályát, 2 méter mély úszómedencét, tornapályát, és a később a repülőgépek számára egy kifutópályát is, valamint a tárolásukra egy hangárt. A II. Világháború után államosították a kastélyt, ezután egy mezőgazdasági szakiskola került elhelyezésre falai között, és a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram keretében 2019 és 2022 között került felújításra az épület területének legnagyobb része. Mivel az eredeti épületszerkezetek, burkolatok, asztalos szerkezetek, lakatos szerkezetek szerencsésen fennmaradtak az elmúlt évtizedekben, lehetőség nyílt arra, hogy az Ybl Miklós korabeli állapotot mutassuk be az épületben. A kastély kiállítása, amelyet Tóth G. Péter kurátor rendezett a vendégségben Wenckheiméknél címet viseli, ez az a kiállítás, ahol a látogató valóban úgy érezheti magát, mintha az egykori grófi családhoz érkezne a vendégségbe. A kiállításhoz a grófi család mai leszármazottai is számos dokumentumot, archív fényképet bocsájtottak a rendezők rendelkezésére. A szabadkőrösi kastély olyan szempontból nagyon szerencsés, hogy egybi építési periódusban létesült. Így módon be tudjuk mutatni a 19. század végi historizmus korabeli életformát, mind a grófi család, mind a személyzet hétköznapjait és ünnepeit. A bejárási útvonal során a könyvtár az első olyan helyiség, amely kiáltótérként szolgál,
Ide visszakerültek a régi kötetek megmaradt töredékei, 390 olyan könyv, amely egykor is itt volt a kastélyban, illetve más Venkheim könyvtárból további 600 példány. Az egykori grófi szalonban megelevenedik első Ferenc József király 1893-as második kígyósi látogatása, egy mesélőkép segítségével színészek játsszák el azt a jelenetet, amikor az uralkodó ide érkezik a kastélyhoz. A grófnői hálószobában egy csengőrendszer kerül bemutatásra, amely a személyzet életébe enged bepillantást. A grófi dolgozóban pedig bemutatásra kerül az, hogy milyen is volt a két világháború közötti élet ókígyóson, hiszen Venkheim 5. József volt az, aki elsőként birtokolt magánrepülőt Magyarországon. Erre emlékezve egy olyan VR installáció került megvalósításra, amely a kastélyt madártávlatból mutatja be, mintha repülőgépen ülnénk. Fontos, hogy hiteles, ugyanakkor friss, innovatív és interaktív kiáltás valósuljon meg a megújuló műemlékekben. A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram jelmondata is ezt a célt, ezt a víziót tükrözi, és a most elkészült fejlesztéssel itt Szabadkígyóson is bemutatásra került múltunk jelen időben. Kőrös-Maros Nemzeti Park területén Szabadkígyós településen található a Venkheim kastély, mely a Nemzeti Kastélyprogram keretében a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Beruházásában valósult meg. A kutatási és tervezési munkálatok 2018-as befejezése után 2019. februárjától 2022. márciusáig tartottak az építési és a kiállítás-építési munkálatok. A kastély 3 milliárd 234 millió forintból újult meg, melyből az Európai Unió 1 milliárd 723,5 millió forinttal járult hozzá a fejlesztés megvalósításához. Kulturális, örökségvédelmi, de leginkább turisztikai attrakciófejlesztésről beszélünk. A munkálatok a kastély főépületében közel 4000 négyzetméteren zajlottak, melynek eredményeképpen megújult a kastély teljes tetőszerkezete, a főépület homlokzata, a pince egy része, a reprezentatív térsorok és a főlépcsőház. A 25 hektáros park 8 hektáros részén zajlottak munkálatok. Bízom benne, hogy a fejlesztés eredményeképpen Szabadkígyós és ezáltal Békés megye kulturális és természeti látnivalói versenyképesebbek lesznek, úgy az itthoni, mind a külföldről hazánkba érkező turisták körében.